A tavalyi évben nőtt a gyerekek, azaz a 14 év alattiak által elkövetett bűncselekmények száma. Ezt állapította meg a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány kutatása. A Milyen volt gyereknek lenni Magyarországon 2016-ban című felmérés arra kereste a választ, hogy milyen problémákkal szembesülnek a fiatalok. A bűncselekmények tekintetében, ahogy azonnal mutatjuk és láthatják most már, az elmúlt 5 évben folyamatosan csökkent a gyermekkorú elkövetőknek a száma. 2015-ben 1375 volt, de a 2016-os év 1662 elkövetőt hozott, azaz ez 300-zal több volt, mint a korábbi évben. A fiatalkorúak, vagyis a 14 és 17 év közöttiek által elkövetett bűncselekmények száma viszont 2016-ban is csökkent, jól látszik a tendencia, hogy itt egyre inkább csökken ez a szám. De vajon mi okozta azt, hogy a gyermekek esetében ekkora fordulatváltozás történt, hamarosan erről fogunk beszélgetni. A kutatás másik érdekes pontja, hogy megvizsgálták azt is, hogy milyen típusú bűncselekmények szerepelnek a fiatalok körében. Első helyen a lopás áll, de ugyanúgy szerepel benne a garázdaság is, és azt is nézték, hogy milyen típusú egyéb fogyasztás, alkohol, drogfogyasztás szerepel az ő életükben, de a pontos adatokat azt most kérdezem szakértőnktől, Gyurkó Szilviától, gyermekjogi szakértőtől. Jó estét kívánok! Jó estét! Elmondtam ezt a nagyon fontos változást, hogy 300-zal nőtt a gyerek elkövetőknek a száma. Mit gondol, Szilvia, minek köszönhető, hogy megfordult a korábbi évek nagyon pozitív tendenciája tavaly? Hát egyrészt lehet ennek oka a büntethetőségi korhatár leszállítása, és az, hogy a bíróságok egyre határozottabban alkalmazzák 12-14 év közöttiekre is a büntetéseket és a jogkövetkezményeket, de természetesen a gyerekek világa sem vehető ki a felnőttekétől, tehát hogyha azt látjuk, hogy a felnőttek világában a szegénysége egyre nő, a depriváció egyre emelkedik, az bizony megnövelheti azt, hogy a gyerekek kisebb súlyú vagyon elleni cselekményeket követnek el. Ezt ugye nagyon fontos hangsúlyozni, hogy bár az emberek többsége számára úgy tűnik, mintha a gyerekek egyre erőszakosabbak lennének, de azért mégiscsak azt mutatják az adatok, hogy a vagyon elleni cselekmények nőnek, és nem pedig a személy elleni erőszakosak. Van arra vonatkozó adatuk, Szilvia, hogy ilyenkor a gyerek mögött mindig ott van egy felnőtt is, vagy pedig önállóan egyedül követik el ezeket a bűncselekményeket? Tipikusan és jellemzően a gyerekek csoportosan követik el a büntetendő cselekményeket, más gyerekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel együtt. Az nagyon fontos, hogyha közvetett tettesség van, tehát hogyha egy felnőtt eszközként használja a gyereket, akkor ezt fel tudják deríteni a nyomozó hatóságok, és megfelelő eljárást indítsanak a felnőttel szemben. Általában azt látjuk, hogy a gyerekek könnyen befolyásolhatóak, könnyen vehetőek rá arra, hogy elkövessenek kisebb-nagyobb stiklitet, főleg akkor, hogyha a felnőttek hitetik velük, hogy velük szemben ezért a büntetés kisebb, ezért ők jobban járnak, ha például magukra vállalják egy felnőtt helyett a felelősséget. Mernek ilyenkor nemet mondani a gyerekek? Nyilván nagyon sok fiatallal találkozott már az eddigi munkája során. Nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak, borzasztó rossz az érdekérvényesítő képességük, sokszor a jogi képviseletük is csak formális, és nem jelenti azt, hogy a gyerekek valóban tisztában lennének azzal, hogy milyen jogi következményekkel néznek szembe. Sok esetben látjuk azt, hogy mondjuk egy felfüggesztett szabadságvesztésbüntetést a gyerekek úgy élnek meg, hogy nem kaptak semmit, és igazából nem tudják, hogyha újabb bűncselekményt követnek el, akkor bizony a korábbiért is felelősséget kell majd vállalni, vagy hát letöltendővé válhat a büntetésük. Az előbb utaltam arra, hogy a kutatás kitért a fiatalok alkohol és drogfogyasztására is. Ezen a területen hogy állunk itt Magyarországon? Ugye mi nem csak a bűnek követő gyerekeket nézzük, hanem általában 2016-ban mi volt jellemző ezen a területen. Itt azt láthatjuk, hogy a kábítószerfogyasztásnál is, a drogfogyasztásnál és a cigaretta-alkohol fogyasztásnál is növekedett a gyerekek érintettségi adata. Ez általában azt mutatja, hogy egy rosszabb mentálhigiénés helyzetben vannak a gyerekek. Ezt egyébként alátámasztják a speciális nevelési igényekről szóló adatok is. Nagyon komoly problémát jelent, hogy ma Magyarországon nagyon szűk az ellátórendszer,
ami képes válaszolni a gyerekek problémáira, arról nem is beszélve, hogy például a kábítószerfogyasztás, az valami olyan, amit nagyon nehéz a büntetőjog eszközeivel kezelni, miközben Magyarországon főszabály szerint azért mégiscsak a gyerekeknek a rendőrséggel van kapcsolatuk akkor, hogyha gondjuk van a kábítószerrel, és nem pedig segítő szakmákkal. Talán épp ezért érdemes erről még többet beszélnünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.